Zamárdi egyértelműen befogadta ezt az eseményt, ezt a rendezvényt, és csak pozitív visszajelzéseket kaptam az áttervezéssel kapcsolatban. Abban is biztos vagyok, hogy a jövőben még sikeresebb lesz ez a rendezvény. Nagyon sűrű a rendezvény naptárunk, és ebben az évben ugye köztudott, hogy visszatértek hozzánk a nagy rendezvények, fesztiválok is, de ebben a nyüzsgésben pont egy üde színfolt, és nem utolsó sorban sokkal csendesebb esemény, úgyhogy én nagyon megszerettem személy szerint. Amit annó megfogalmaztunk 2018-ban, hogy legyen egy olyan szabadidősportos vízi esemény, ami minden víz és mozgás szerető embert összehív, és egy közösségi élményé válik, ez valósuljon meg. Én azt gondolom, hogy ez mostanra megvalósult. A tavalyi évben történt az, hogy a 4200 nevező mellett még egyszer ennyi, vagy kicsit több látogató is érkezett a partra, ami azt jelenti, hogy ha valakinek esetleg nincs is kedve nekivágni a távnak, akkor is egy színvonalas és jó programnak találja ezt. Erre reagálva tettük kétnaposra az eseményt, ami azt jelenti, hogy péntek reggeltől már különböző sportprogramok várják az odalátogatókat, szombaton délelőtt átevezés, és a szombati napot pedig Bessenyei Péter műrepülő bemutatója zárja majd. A szlogenünk is minden, ami sport, ebben nagyon-nagyon sokféle sportág beletartozik. Ebben Magyarországon a vízi sportok nagyon nagy szerepet vállalnak, és egyre bővül ez a paletta, amivel termékeket, szolgáltatásokat tudunk az áruházainkban adni. Mindenképpen azt szeretnénk, ha legalább olyan jó legyen a hangulat, mint a tavalyi évben, sőt, ezt meg tudnánk haladni. Ehhez minden anyagi és szakmai segítséget megadunk a szervezőknek, hogy minél színesebb programok legyenek, hiszen ez nem csak egy sportos kihívás, mint ahogy említettem, 2x4 km evezés azért én azt gondolom, hogy egy teljesen szabadidősportot végző átlagembernek egy szép kihívás, hanem utána ezt letudta, akkor élvezze ott a strandon, Zamárdiban azokat a lehetőségeket, ez legyen egy mini foci, kosárlabda, vagy pedig nyári korcsolyapálya, amivel egy feledhetetlen nappá teszi ezt az egész sporteseményt.